Kérem, engedjék meg, hogy elsőként nagy tisztelettel felkérjem a főpolgármester helyettes urat, legyen olyan kedves pár gondolatban köszönteni az egybegyűlteket. Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, hogy itt lehetek, és különösen köszönöm, hogy önök is, ti is itt vagytok körünkben. Köszönjük Piroskának, hogy ezt a negyedik fórumot és a kilencedik versenyt is megrendezte. Sokat szólni nem szeretnék, hiszen körültekintve sok ismerős arcot látok, akit tegnap este is láttam. Úgyhogy talán unalmas is lenne, elmondanék valami olyasmit, amit akkor elmondtam. Egy gondolatot kiemelnék, én már nem vagyok olyan fiatal, mint a jelenlévők többsége. Örömmel látom, hogy számos gyerekem gondolkodása már egészen más, mint a miénk. Fölgyorsult a világ, gyorsabban terjednek az információk, több az utazás, sokkal többet tudunk a világról, mint most, és ezáltal tulajdonképpen az ipar, a technológia és minden megváltozik, mert minden új gondolat sokkal gyorsabban tud elterjedni, mint korábban valaha. És hallatlan öröm az, hogyha egyre több új magyar kezdeményezésű gondolat, legyen az akár egy ilyen kocsmai beszélgetés közben fölmerülő gondolat, vagy valamilyen szofisztikáltabb gondolat, megvalósulhat, és valami gyakorlati haszna lehet. És ezeket az ötleteket gyűjti össze ezeknek a versenyeknek a során például Piroska, a Főváros Vállalkozás Fejlesztési Alapítványa, és kívánom önöknek, hogy minél több ötletük legyen, minél több valósuljon meg belőlük, és remélem, hogy nem csak azok, akik itt vannak, fogják járatni az agyukat, hanem ezt barátaiknak, ismerőseiknek is elmondják. És az a benyomásom, hogy minél inkább telik az idő, egyre inkább jönnek elő azok a fiatalok, akiknek a gondolkodásra kötöttségei már tulajdonképpen nincsenek, sokkal szabadabb a pálya, és a lehetőségek is egyre bővebbek. Bízom benne, hogy ezekkel a lehetőségekkel élni is tudnak majd, és ehhez kívánok sok sikert mindenkinek. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömmel köszöntöm én is Önöket, és nagyon örülök annak, hogy ismét találkozhatunk. A tegnapi nap az egy erősen német fókuszú esemény volt, a mai nap viszont a féléves eredményeinknek a bemutatása. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány minden fél évben hirdet startup versenyt. A legutóbbi startup versenyünkön 63-an jelentkeztek. Ez a 63-as szám, ez azt jelenti, hogy nem ötletszintű startupokat vártunk és hívtunk, hanem olyanokat, akik már prototípussal rendelkeznek, illetve akik már termékkel bírnak, a piacon kint vannak. A 63 jelentkezőből 20-nak tudott a főváros, az NKFIH, Nemzeti Fejlesztési Kutatási és Innovációs Hivatal segítségével, mostani támogatásával együtt bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ez a 20 csapat 5 delegációban tud részt venni. A delegációk közül egyik Dublinba, a Futurescope-ra ment ki, ők már ugye jártak kint, a múlt héten érkeztek vissza a Futurescope-ról. Egy következő májusban Lisszabonba fog tudni bemutatkozni. A tegnapi napon, a Rejland Peach-en, Németország legnagyobb startup versenyén, illetve mondhatjuk azt, hogy Európa legnagyobb startup versenyén vettek részt csapatok, és a tegnap ezt a versenyt, ezt az elődöntőt, aki tegnap megnyerte, az egyenes ágon bejut a német döntőbe, júniusba, Düsseldorfba, illetve holnap, vagy ma este kezdődik, de holnap lesz a teljes napja, a Think Budapestnek. A Think Budapest itt a Várkert bazárban kerül megrendezésre. A Think Budapest már negyedik alkalommal rendezi meg az Antal József Tudás Központ, és mind a négy alkalommal ott voltak a Startup Expo-n a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány versenyeinek nyertesei. Idén is így lesz, úgyhogy aki ráér, van ideje, holnap érdeklődik a téma iránt, szeretettel javaslom neki, hogy a Duna túloldalán nézze meg a kiállító csapatainkat. A idei verseny különleges a korábbiakhoz képest. Az idei verseny, a mi idei versenyünk nemzetközi lett.
határon átnyúló startup fejlesztési együttműködésbe kezdtünk olyan másfél éve Szlovákiával egy Interreg program keretében. A szlovákiai partnerünk a Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony Bratislava Műszaki Egyeteme, és ezzel a partnerrel együtt a tudásbázis fejlesztés és a egyéb módszertani fejlesztések mellett a projekt végére egy versenyt is hirdettünk. E verseny 3 szlovák és 3 magyar nyertese is bemutatkozhat holnap a Bálnában. Lehetőséget kapott az Antal József Tudásközponttól. Tudják önök, hogy ma melyik európai város a legjobb a startupok számára? Bizán, Budapest, igen. Hadd dicsekedjek egy picit ezzel. 2018 novemberében az Európai Bizottság által indított Startup Europe program versenyét. Ennek a versenynek is ugye nagyon sok startup kategóriája van, de egy olyan kategória is van, amit városok nyerhetnek. Ezt a kategóriát, tehát a legjobb public administration, a legjobb közigazgatás díját Budapest kapta. Másodszor hirdették meg ezt a versenyt, az első előttünk 17-ben Lisszabon volt. Tehát eléggé prominens városok közé kerültünk így be, azt gondolom. Ezután a verseny után, ennek a versenynek a hatására nagyon sokan kerestek bennünket, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt is, nemzetközi elemző szervezetek, nagyon sok mindenkinek a fókuszába bekerült, hogy Budapesten értékes ökoszisztéma van. Az egyik ilyen szervezet a hétfőn küldte el nekem a kiadványát. Ebben a kiadványban most először szerepel Budapest. Ez a szervezet a Cities Today, amely nagyon régóta a világ egyik leginkább meghatározó városok jövőjét elemző szervezet, és most kiadta a világ leginnovatívabb városainak listáját. Európából 34 város került be, Közép-Európából 6 város került be, és bent van Budapest. Nem oly régen, január legvégén Nagy-Britannia legnagyobb startup fejlesztéssel, stratégiai tervezéssel foglalkozó szervezete, a Startup UK megvizsgálta azt, hogy a Brexit után Nagy-Britanniából költözni kívánó startupok számára Európa melyik városa a legjobb. 30 ország 80 városát megvizsgálva Budapestet hozta ki legelsőnek. Nagyon nagy öröm ez számunkra. Remélem, hogy még több ilyet is fogok tudni mondani, mondjuk a Startupok éjszakáján november 28-án, amire nagy szeretettel hívom már most mindannyiukat. De nagyon fontos tudni azt, hogy például ez a legutolsó, vagy amit az előbb említettem, utolsó brit lista, második helyezettje Prága, harmadik helyezettje Lisszabon, negyedik helyezettje Varsó. A környezetünkben levő nagy metropoliszok mind nagyon komoly fókuszba tették az innováció, az üzleti innovációban aktív vállalkozások területét. Mindannyian tudják azt, amit mi is tudunk, hogy igazán jó, komoly nemzetközi sikereket elérő startupok csak ott alakulhatnak, ott fejlődhetnek, ahol a lokális ökoszisztéma jó. A lokális ökoszisztéma minden szereplője egyfelé húzza azt a híres szekeret. Én azt gondolom, hogy Budapesten most pont ilyen pillanatot élünk meg, ahol a főváros, az állam, a magánszféra szereplői, a nagyvállalatok, a kisvállalatok, a befektetők, az egyetemek, a kerületek mind-mind aktívak, fókuszba állították azt, hogy a budapesti ökoszisztéma fejlődjön. Nagy szeretettel dicsekednék még egy picit. Ma már láthatják a honlapunkon azt a kis kiadványt, amit a 25. évfordulónkra állítottunk össze, benne 25 magyar budapesti startup és olyan mikrovállalkozás, aki komoly fejlesztést hajtott végre, található benne interjú, illetve statisztikák is. Akinek nincs terhére, olvasgassa, mert nagyon-nagyon
izgalmas számokat tudunk most bemutatni. Budapest makrogazdasági számai között is talán ez az időszak az, amikor a legjobb eredményekről számolhatunk be. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy a startupok részt vettek ezen a versenyen. Kívánok nekik nagyon-nagyon-nagyon sok sikert, használják ki azt a lehetőséget, amit a főváros biztosítani tud a nemzetközi piacra lépésben. Várjuk vissza az összes hírt és eredményt a továbbiakban is, illetve a mai napon a startupjaink, a 20 nyerte startupunk kiállított a szünetekben, illetve a networking időszakban, menjenek, keressék fel őket, izgalmas gondolatok lesznek ott a rollapok előtt megtalálhatók. Még egyszer köszönöm a jelenlevőknek a mai napot, és vigyenek értékes gondolatokat haza, és találkozzunk máskor is. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, főpolgármester helyettes úr, kedves díjnyertes startupperek, hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is önöket ezen a mai különleges alkalmon, amikor is elismerhetjük az önök munkáját. Nagyon nagy öröm volt ma reggel ide belépni ebbe a terembe, és az első utam oda vezetett a hátsó szekciókba, hogy megnézem azt, hogy milyen ötletek vannak ma. Milyen ötletek tartják lázban, mozgásban a mai világunkat. És azt kellett tapasztalnom, hogy szinte minden vertikum, minden iparág valamilyen szinten láthatóvá vált az önök találmányain keresztül. Legyen az egy mezőgazdasági alkalmazás, legyen az egy egészségügyben majd alkalmazásra kerülő megoldás, vagy legyen az éppen egy társadalmi probléma megoldását célzó alkalmazás. Ebből egy dolog látszik nagyon-nagyon erőteljesen, hogy milyen óriási változáson megyünk keresztül, mind az üzleti folyamatok, mind a társadalmi folyamatok világát, hogyha górcső alá vesszük. Gondoljanak bele, több mint 100 év kellett ahhoz, hogy 1 milliárd helyszínt összekössünk a vezetékes telefónia révén. Tehát 100 év kellett hozzá. Mindössze 25 év kellett ahhoz, hogy 5 milliárd embert kapcsoljunk össze a mobiltelefónia segítségével, és 15 év sem kell hozzá, hogy eszközöknek a milliárdjai legyenek hálózatba kapcsolva. Oly módon, hogy ezek az eszközök, ezek a szenzorok, ezek a különböző alkalmazások valamilyen információt állítanak elő, amelyekre valamilyen hasznos üzleti alkalmazást, amire valamilyen nagyon értékes új üzleti vagy társadalmi innovációt lehet építeni. Minden iparág érintett ebben az átalakulásban. Vegyük csak az egészségügyet, vegyük csak a közlekedést, az okos közlekedés, az önvezető autókat, a preventív egészségügyi alkalmazásokat, vagy a proaktív különböző megközelítéseket, vagy akár az úgynevezett ilyen előrejelzésen alapuló karbantartó alkalmazásokat szinte minden iparágban, a mezőgazdaságban. Ezek mind-mind olyan tendenciák, amelyekre érdemes valamilyen ötletet valóra váltani, mert ezeknek hatalmas piaca és lehetőségei lesznek. A technológiai újítások területén Magyarország már eddig is nagyon sokat adott a világnak, és meggyőződésem szerint a jövőben is sokat tud adni. Egy olyan technológia és üzleti innováció, mint a mesterséges intelligencia, azt gondolom, ha egy vállalkozás, egy kormányzat, vagy akár egy nemzetgazdaság megfelelő jó ütemben, jó logikában kezd el foglalkozni egy ilyen hordajelű technológiai és üzleti innovációval, akkor esélyt teremt magának arra, hogy évtizedes hátrány dolgozzon le, vagy évtizedes előnyre tegyen szert a versenytársaival szemben. A mesterséges intelligencia koalíció éppen ezen esély felismerése véget jött létre, hogy összehozza azokat a szereplőket, legyen az egyetem, legyen az állami intézmény, legyen az kisvállalkozás, vagy nagyvállalkozás, vagy nagyvállalat, hogy megismerjék egymást, legyen egy szembefordulás egymással, egy közös gondolkodás,
hogy milyen módon lenne érdemes ezeket a különleges, különböző alkalmazásokat Magyarországon szárba szökkenteni, lendületet adni ezeknek az új ötleteknek, lehetőségeknek. Azt gondolom, hogy ez a verseny is ennek az ökoszisztémának az építéséhez járul hozzá hatalmas mértékben, és jó azt hallani, hogy ez már a kilencedik a sorban, és folyamatosan erősödik a híre, egyre többen szeretnének részt venni a megmérettetésben, és egyre több olyan ötlet, olyan megoldás születik, amely komoly nemzetközi siker előtt állhat. Jó ebben részt venni, és jó azt látni, hogy ilyen sok kezdeményező, ilyen sok vállalkozói szemlélettel megáldott vállalkozással, induló vállalkozással találkozhatunk ezeken a versenyeken. Ne hagyják abba, a kísérletező kedvük ne lankadjon, mert ez az, ami előre viszi a világunkat, ez az, ami előre viszi a magyar gazdaságot, és kívánom önöknek, hogy legyen nagyon sikeres a vállalkozásuk, és sokat olvashassunk önökről a következő években a különböző médiafelületeken, a sikerükön keresztül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.